közeleg az iskolakezdés, a legtöbben már elkezdték beszerezni a szükséges tanszereket. Ifjú pecások, 32 gyerek vett részt a Megyei Szövetség idei horgásztáborában Vaskeresztesen. Piaci körkép, tele a vásárcsarnok nyári zöldségekkel, elkezdődött a savanyúság készítés szezonja. Jó estét kívánok, ez a Szombathelyi Televízió híradója. Közeleg a tanévkezdés, a legtöbb család már elkezdte beszerezni a tanszereket és a tornafelszereléseket. Ha mindenre szükség van, a bevásárlás gyermekenként akár 80 ezer forintba is kerülhet. Bella már készül a tanévre, harmadik osztályos lesz. Már sok mindent beszereztek, most a tanszerek között válogattak. Mindent megveszünk, ami még kell, és most éppen a toltartóknál vagyunk, és majd bele fogunk pakolni. Most hála Istennek olyan sok mindenre nincsen szükség, mert volt is, tavalyról is maradt. Most harmadik osztályba megy a kislányom, úgyhogy igazából már elég rutinosnak mondható így az évkezdés. Első színes szeruzák, filctól, tolltartóra van most szükség, mert az ment tönkre. Iskolatáska az marad, úgyhogy ezt most nem kell vásárolnunk. Úgyhogy igazából ennyi. Megkaptuk a tanítónéntől a felszerelés listát, és az alapján vásárolunk. Az írószerboltokban trendibbnél trendibb füzetek, ceruzák, toltartók és iskolatáskák közül lehet válogatni. Ezeket főleg a nagyobb diákok választják. Az alsósok számára inkább az egyszerűbb írószereket vásárolják a szülők az iskola által kiadott lista alapján. Az árak a tavalyihoz hasonlóan alakulnak, jelentős drágulás nincs. Azt tapasztaltuk, hogy a tavalyi és a tavaly előtti erős áremelkedés után azért szerencsére megtorpantak ezek. Sikerült azért a szállítókkal is olyan megállapodásokat kötnünk, amivel azért tompítani tudtuk a családoknak az anyagi megterhelését. A sportruházati boltokban is nagy a forgalom augusztusban, a testnevelés órákhoz szükséges felszereléseket keresik a családok. Ilyenkor ugye a fehér póló, valami sötétebb tornanadrággal, és a teremcipő, tehát olyan cipő, aminek a talpa nem a csíkot mondjuk ugye a tornateremben, és jó stabilitást ad mondjuk különböző sportoknál, tehát amikor ki tudnak támasztani, és nem csúsztukálnak el benne a gyerekek, és emellett nagyon sokan ugye a tornatáskákat, tehát különböző kisebb méretű táskákat vásárolnak, mellette a nagyobb klasszikus iskolatáska, hátizsákok, amik ilyenkor a legkelendőbbek, és mellette ugye az őszi ruházatok. A tankönyveket a legtöbb iskolában az évnyitón vagy az azt megelőző napokban osztják ki a gyerekek számára. A kiszállítások már megkezdődött az intézményekbe. Fametszéssel kapcsolatos lakossági bejelentéseket vár a Szompark. Vágányzár lesz a Szombathely-Szentgotthárd vasútvonalon szombaton. Önkénteseket toboroznak a karnevára. Baleset történt a város határában ma délelőtt, megsérült egy mentő dolgozó. Rövid híreink következnek. Közterületi fák metszésével kapcsolatos lakossági bejelentéseket fogad a Szompark augusztus 15-e és szeptember 15-e között. Elsősorban az olyan észrevételeket várják, amikor fák lombozata valamilyen problémát okoz. Épület állagát veszélyezteti, baleset veszélyt rejt, és ez a fa metszésével orvosolható. A bejelentésben a fa helyét és az általa okozott problémát is le kell írni az infokukat@szompark.hu e-mail címen vagy a szompark.hu oldalon. Az észrevételeket a társaság elbírálja, a metszést az indokoltság és a rendelkezésre álló keretösszeg függvényében 2025. március 31-éig végzi el. A Szombathely-Szentgotthárd vasútvonalon végzett pályakarbantartási munkák miatt augusztus 10-én szombaton egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, valamint Körmend és Szentgotthárd állomások között a Vágányzárban érintett vonatok helyett vonatpótló autóbuszok közlekednek. Részletek a Vasúttársaság honlapján. Önkénteseket vár a Szavária Történelmi Karnevál szervező gárdája. Akik szívesen részt vennének a történelmi fesztivál lebonyolításában, egy űrlap kitöltésével jelentkezhetnek. Fizikai munkára elsősorban fiúkat invitálnak a rendezvényt megelőző időszakban is, de kell majd szórólapozni, jegyet kezelni, karszalagozni. Önkéntesek segítik majd a helyszínfelelősök munkáját, részt vesznek a felvonulás biztosításában, és információt nyújtanak a látogatóknak.
További részletek a karnevalszavaria.hu oldalon. Egy figyelmetlen megfordulás végződött balesettel a 87-es főúton, Szombathely határában ma délelőtt. Egy Volkswagen személyautó vezetője a Szabadnép utca kereszteződésénél a főútra való visszatéréskor nem vette észre a Kőszeg irányába tartó Renault-t és összeütköztek. A helyszínre mentőautó érkezett, a belőle kiszálló technikus kátyúba lépett, kifordult a bokája és elesett. Munkatársai ellátták a sérülését és beültették a mentőautóba, majd másik mentő érkezett a helyszínre. A Volkswagenben ülő asszonyt kivizsgálásra kórházba szállították. Idén is megrendezte hagyományos nyári táborát a Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége Vaskeresztesen. 32 gyerek vett részt az ötnapos turnusban, bentlakásos, illetve napközis formában. A középpontban természetesen a horgászat állt, de ismeretterjesztő előadásokra, versenyekre, strandolásra is jutott idő. A Vaskeresztesi Horgász Turisztikai Központban alakították ki a tábor bázisát ebben az évben is. Hétfőn vette kezdetét az ötnapos turnus, amelyben 32 gyerek vett részt, 26-an a bentlakásos, 6-an a napközis formát választották. A tábor töretlen népszerűségnek örvend, ezúttal is színes programot állítottak össze a szervezők. Minden napot reggeli tornával indítottak, és több versenyre is lehetőség nyílt. Volt csapatversenyben is több száma, hogy megküzdettek egymásra, összesorsoltuk a gyerekeket, három fős csapatok vannak. Itt volt a gumicsizma hajtó versenytől a célba dobó versenyig minden ilyen. Tesztnapot töltöttek a gyerekek szintén csapatverseny szinten, illetve volt tegnap egy csapatversenyük nekik, ahol hárman horgáztak, és annak az eredménye is bele fog számítani. A középpontban természetesen a horgászat állt, ott jártunkkor éppen egyéni verseny zajlott az alpesi tavon. Jó levett a hal, sorra jöttek a szebbnél szebb kapások, főleg pontyok kerültek a szágba. Egyelőre nagyon jól megy, minden nap egy ilyen 15-20 darab pontyot sikerült fognom, egy keszekárászok jönnek. Milyen módszerrel pecázol? Hát féder, mert akkor abban is metód féder. Az ízesített csalik nyerték el leginkább a halak tetszését. Ennek az 5 kg 30 dekás amúrnak a fárasztása hosszú percekig eltartott. Daninak meg is hozta a győzelmet, 15 kg-os összteljesítménnyel végzett az élen. Nagyon szeretem a horgászatot, 12 éve horgászom, most már nagyon régóta ide járok. 2018-ban jöttem először, nagyon megkedveltem az itteni társaságot, és főként a barátok húznak vissza. Az imént fogtál egy nagyon szép amúrt, hogy sikerült? Nagyon jól sikerült, úgy gondolom. A fárasztása nagyon élvezetes, és hát a hal megdöbbentő mérete meg még inkább elkápráztató. A táborozók között kezdők is akadtak, akik először fogtak a kezükbe pecabotot. Nekik a táborfelügyelők segítettek például horgot kötni, bedobni, fárasztani. A legifjabb horgász 8 éves volt. A gyakorlat mellett az elméleti ismeretek átadása is fontos cél. A Mesterházi József Holgazdálkodási csoportvezető tartott előadást a pinka élővirágáról, a pinka patakról magáról, és illetve horgászati, halászati szabályokat is tanultak a gyerekek, meg amivel tudunk, mi is segítünk, tehát kötéseket, különböző horgászmódszereket próbálunk megmutatni a gyerekeknek. Volt bemutató horgászatunk a tegnapi nap folyamán, Németh Tamás versenyhorgász tartott egy rakósbotos bemutatót, illetve a gyerekek azt ki is próbálhatták meg. Horgászvizsgát tehetett, aki akart, de jutott idő strandolásra, és egyik este tábortüzet is gyújtottak. A horgásztábor idén is a MOHOZ támogatásával valósult meg. Sűrített paradicsom, lecsó, erős paprika, kovászos uborka. Itt a befőzés és a savanyúság készítés szezonja. A termés bőséges, a zöldségárusoknál viszonylag kedvező áron lehet beszerezni a hozzávalókat. Bár még javában tart a nyár, sokan már készülnek a hidegebb hónapokra. Elkezdődött a befőzés és a savanyúság készítés szezonja. A vásárcsarnok zöldséges standjainál nagy a forgalom, keresik a hagymát, káposztát, paprikát is. A káposztát az, ami először ilyenkor már lehet csinálni. Hát a karfiolt is próbálják, hogy lesavanyítja, de az nagyon drága, már import magyar nagy minimális van. Nagyon nagy apró hagymákat viszik, amit megint vág be, a gyöngyhagymát viszik, amit megint, hát jó kényelmetlen megpucogatni, de nagyon finom, meg hát gyakorlatilag
sóska, spenót, amiből nagyon kevés van, de mindenki próbálja, amennyit tud megcsinálni, hogy télen már meg a paradicsomot befőzi, meg az uborkát ilyenkor. A termés idén kiemelkedően jó volt, sok az amatos zöldség, a magyar karfiol azonban besárgult, ezért nem sokat árulnak belőle. Leginkább Olaszországból vagy Franciaországból importálják. Magas az ára, egy fej 1000 és 1500 forint között mozog. Problémás, de hát én nem merem azt sem mondani, hogy várjanak ezzel, mert most van az időszak, amikor ezt is el kell egybe tenni. A zöldséget nem csak elrakásra viszik a szezonban a vásárlók, friss salátát is szívesen készítenek belőlük. Például ereszelem, és úgy eszem meg, hogy salátának, amit az idén már nagyon sokszor csináltam, és abba szoktam paradicsomot, paprikát tenni, és akkor olyan, mint a csalamádé, olyan úgy néz ki, és nagyon finom, az ugye frissen. A télit meg ugye le kell forrázni, ki kell dunsztolni, az különböző csinálják az emberek. Az árakon meglátszik, hogy bőséges az árunk, viszonylag olcsón, 500 forint körül lehet kapni a lecsónak való paprika és paradicsom kilóját. A savanyúságnak ideális uborka kilója 900 forintba kerül. Két hónap szünet után folytatódott a szombathelyi Darts Klub Sportegyesület saját rendezésű Open verseny sorozata. 19-en ragadtak nyilat az erőfelmérőn, köztük volt az összetett pontversenyben élenálló és válogatottságot szerző Csóka András is. Sűrű volt a szombathelyi Darts Klub nyári programnaptára, a versenyzőknek csak kis pihenőre volt lehetőségük, és már is folytatódott a saját szervezésű erőpróba. A nyílt Open sorozat újabb állomására 19 fős mezőn gyűlt össze. A mai napon saját rendezésű versenysorozatunknak, a Goldfish Darts bajnokságnak az idei 5. fordulóját rendezzük, még 2 lesz hátra az évben. Az összesített ranglistának az élmezőnye itt van a mai versenyen. Összességében nagyon sokan vannak olyanok, akik korábban versenyeztek, de most már felhagytak vele, úgy tűnik, viszont öröm számomra, hogy a mai versenyre is érkeztek néhányan olyanok, akik eddig még nem versenyeztek itt nálunk, illetve feltűnt néhány olyan ember is, aki már régebben szállt versenybe, úgyhogy ennek örülök. Mai versenyen is csoportmérkőzések vannak, majd egyenes kiesés. Az új és visszatérő darts versenyzők között ott voltak az egyesület legeredményesebb játékosai. Dobos Dávid és Csóka Dániel mellett nyilat ragadott az egyesület elnöke is, aki nyáron óriási sikert ért el. Folyamatos felkészülésben vagyok, mert tulajdonképpen volt egy kvalifikáció, ahol 4 magyar játékos szerezhetett részvételi jogot, szeptember 20-án induló Magyar Hungarian Darts Ropi European Tour selejtezőre, ahol tulajdonképpen a világ elitje fog részt venni ezen a versenyen, és tulajdonképpen nekem sikerült ez a kvalifikáció itt szombathelyi. A csoportkörök után az egyenes kieséses szakaszban már nem fért bele a játékosok részéről a megingás. A legjobb 4 közé már csak a legkevesebb hibával játszó versenyzők jutottak. Csóka András és Csóka Dániel párharcát előbbi nyerte, így a klub elnöke ismét fináléban volt érdekelt. A másik ágról Kozmor Duda József jutott döntőbe, ahol ellenállhatatlanul dobott, így az összetett pontversenyben élenálló Csóka Andrást legyőzve faragott hátrányán. A szombathelyi televízió híradóját látták. Műsorainkat az stv.hu címen és Facebook oldalunkon is megnézhetik. Híradónkat óránként ismételjük. Én munkatársaim nevében is köszönöm egész heti figyelmüket, viszontlátásra!